Sziasztok! Ori vagyok, és itt van egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes játékot. És a mai téma az lenne, hogy free player szempontból melyik Galactic Legendet farmoljuk mostanságban. Melyik éri meg igazán. És akkor mindjárt ketté is választom a dolgot. Nem tudom, hogy ki hogy áll a játékban természetesen, tehát nem is ez a cél, hanem a kérdés inkább az, hogy valaki hozzáfér a Relic 8-as fél alkatrészhoz, vagy nem. Ugye a Relic 8-as fél alkatrészt a leginkább a CP-ből lehet szerezni, vagy lehetett szerezni, mert most már meg akarják szüntetni, borzalmas. Majd nehezen az ember kinyitja, és akkor megszüntetik. Na mindegy, a lényeg, hogy a valakinek van ilyen fél alkatrész, Relic 8-as fél alkatrésze, akkor hozzáférhet a felső háromhoz. Ugye, és annyiba különbözik ez a felső három az alsó négytől, hogy ehhez kell Relic 8, ehhez az alsóhoz meg nem. És hát ez azért elég nagy különbség. Legalábbis free player szempontból elég nyilvánvaló, hogy nem fogok kristályért Relic 8-as fél alkatrészt venni, mert hogy az egy kicsit húzós. Jó, és akkor menjünk is ebből a szempontból gyorsan végig, tehát ha nem férek hozzá Relic 8-as fél alkatrészhez, akkor ráfanyarodok valamelyik alsóra. Na de melyikre? No, tehát az tudni kell, hogy gyakorlatilag ugye a legnépszerűbb ship most ugye a Profundis, ugye a másik pedig a Executor. Na most a Profundis az Relic 9-es ember kell, mert az felejtős azonnal. A Executorhoz Relic 8-as ember kell, ugye. Tehát azt jelenti, hogy ezt is mondhatnám, hogy felejtős, de csak egy Relic 8-as ember kell, tehát ha valahogy az ember ki tud garázdálkodni egy darab Relic 8-as cuccot, akkor érdemes elgondolkozni a szín. Ugyanis a Sith Eternal Emperorhoz nem kell Relic 8-as cucc, és nagyon sok minden olyan karakter kell hozzá, ami közös a Executor embereivel. Tehát ez egy nagyon jó kombó, hogy az ember nyomja a Sith, meg nyomja az Executort. Na most, a Sith Eternal Emperornak ugye van egy kis problémája, méghozzá az, hogy védekezni elég szerencsétlen. Tehát azt jelenti, hogy ezzel támadni kell, hogy az ember hiába rak mellé vatot, meg hiába rak mellé armorert, vagy mind a kettőt, tehát védekezni egyszerűen a mesterséges intelligencia, ami kezeli, az nem jól csinálja, ezért egyszer szinte bárki agyonüti a többi Galactic Legend. Ellenben, ha ő támad, akkor eléggé jó megy neki a dolog. Jó? Tehát ez a C. Na most mi a másik, amit esetleg, hogyha valaki nem ezt az irányt választja, akkor azt tudom mondani, hogy mind a Kylo, mind a Rey jó lehet. A Rey az mostanában nem. Kicsit ilyen mellék ágra került, tehát nem annyira népszerű. Pedig szerintem mind a Kylo, mind a Rey nagyon-nagyon jó választás lehet. Mégpedig azért, mert a Kylo, én a Kylo-t azért szeretem, mert mind védekezni, mind támadni egész jól tud, és ha nyer, akkor gyorsan nyer, tehát azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól le tudja ütni azokat a csapatokat, aki csapatban dolgozik, mit tudom én, mint a geókat, vagy ilyesmiket, ami alapvetően van egy tank mögé, behúzódik az egész csapat, és jönnek, mint a veszedelem. Hát ő meg agyonüti az egészet egyszerre, ezt szeretem benne, de egyébként maga a karakter is szerintem elég jó. A másik pedig a Rey, hogy mi a jó benne. Ő inkább talán védekezni való jó, de szerintem igazából az a jó benne, hogy a Proving Groundban ő az egyik legjobban használható karakter.
hogy hát én például nem abba, nem arra megyek, hogy a Conquestbe a Conquest karakter sárdokat fölmarkoljam, hanem minden mást, ugye, hogy most kaparjak össze különböző cuccokat, én erre megyek, és ugye nekem a Proving Ground később nagyon fontos, hiszen onnan tudom egyáltalán megszerezni ezeket a karaktereket. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan karakter, aki megbízhatóan hozza ezeket a dolgokat, és az a helyzet, hogy eddig Ray minden egyes challenge-et le tudott nyomni valamilyen formában. Volt, hogy nagyon hülyeségeket kellett mellé tenni, ezt elismerem, tehát nem tiszta rezisztanc csapattal, de mégis a Ray az átvitte, még az Inquisitorokat is átvitte ilyen nagyon idióta setup-val, de akkor is átvitte, míg te az összes többi Galactic Legend meg úgy pattant le, mint a semmi. Tehát azért mondom, hogy ebbe is lehet jó dolgokat találni, ugye a Ray-t az nagyon kevesen nyitották ki is, és nem mondom, nem olyan népszerű, pedig szerintem nagyon hasznos. Jó, és akkor van még az öreg Lüke. Hát ez olyan, mindenki elég szerencsétlennek tartja. Egyébként nem rossz védőhős szerintem, hogyha nincsen szí, hogy a vatot elvigye, akkor vatot betéve a öreg Lüke mellé elég jó védőcsapatot kapunk. Úgyhogy ez például egy jó tipp lehet, hogyha valaki erre megy. Egyébként meg elég munkás kiszerni szerintem, meg hát, hogy mennyire hasznos. Én például arra használom, hogy a Conquestbe az olyan küldetéseket csinálom vele, ami azt mondja, hogy ne legyen benne adtak el olyan csapatok, és akkor ő vezet, és akkor vannak különböző ilyen jó kis GM Yoda, meg ilyesmi, hogy support, meg ilyenek, és mégis jól üt, és akkor ezzel át lehet vinni az ilyen hülye küldetéseket. Jó? Tehát, hogyha erős sorrendet akarnék felállítani ezek között, akkor, hogyha valaki az executorra megy, az mindenképpen szíja vallott. Egyébként viszont én a Kyrót is elég körülbelül ugyanolyan erősnek és javasoltnak mondanám. Az öreg Lüke, hát még a fiatal Lükét is elég nehéz kifarmolni, mert elég hülye kívánalmai vannak ugye a Solo Journey-ben, tehát problémás ez a öreg Lüke, az a helyzet. Na most, aki hozzáfér a Relic 8-as félalkatrészhez, annak az egyértelmű választása Kenobi. Egyrészt védekezni is baromi jó, támadni is baromi jó, ha meg megvan a ket, akkor az meg főleg brutális egy csapat. Mostanában gyakorlatilag ez a menü, és nem olyan drága. Tehát összehasonlítva a Lord Vader-del, akit éppen most kínlódom magam át rajta, a Kenobinak mindössze zárójában jó, 2 darab Relic 8-as ember kell, míg a Lord Vader-nek 4. Tehát ez egy olyan embernek, aki ingyenesen játszik, hát ez egy rémálom, ez a Lord Vader, komolyan mondom. Na most a harmadik ember a Jabba, hát őnek mivel az a problémája, hogy van 3 karakter, aki nem gyorsított vége. Tehát azt jelenti, hogy a többi 6 minden egyes kívánalma gyorsított. Ez is az hatalmas különbség. Tehát azt jelenti, hogy a Skiff Guardot, meg a Crescentont, meg a Busht, tehát ezeket körülbelül fél éve hozták ki. Tehát azt jelenti, hogy nekem még várnom kell fél évet, amíg ezek is gyorsítottak lesznek, és akkor fogom szerintem én bevállalni, hogy akkor jaj, de jó, akkor rámegyek és kifarmolom őket, és akkor ki fogom tudni nyitni a csapbát, pedig az a baj, nagyon sok minden ráépül most már, ugye, tehát most ez a sláger, ezt kéne nyomni, tehát igen, csak hát itt a visszatartó erő, hogy nem kapok annyi sárdot ugyanannyi energiáért, tehát az mind veszteség, ingyen játékos szempontból, tehát hogyha valakit
erős sorrendet kellene felállítani, hogy melyiket csináljuk a felső háromból, akkor ugye első a Kenobi, második a Jabba, a harmadik meg a Lord Vader most jelen pillanatban, mert a Lord Vader annyira drága, hogy borzalmas. Egyébként baromi jó karakter. Jó, de esetre tehát erős sorrendet itt nagyjából felállítottuk, nem a valós erős sorrendet, hanem abból a szempontból, hogy ingyen játékosként melyiket érdemes kezdeni. Tehát az biztos, hogy most a Kenobi a sztár, de hogyha az ember nem fér hozzá, akkor esetleg a Kylo Ren az mindig jó választás lehet. Jó, és azt hiszem, hogy nagyjából ennyit akartam most elmondani ebbe a videóba, és ha valami kérdésetek lenne, akkor a comment sectionben nyugodtan fel tudjátok tenni. És persze mindenkinek jó játékot!